A Jászberényi Röplabda klubhoz eljuttatott aláírásgyűjtés okán a JRK vezetősége rendkívüli közgyűlést hívott össze február 17-ére. Az aláírásgyűjtésben a tagok két napirendi pontot kívántak tárgyalni, többek között az új elnökség felállítását. A rendkívüli közgyűlésről és az ezt követő két mérkőzésről számolunk most be a következő percekben. Az ülés legelején az egyik egyesületi tag javaslatára dr. Bolla Ilona ügyvédnő vezette le a nyílt közgyűlést. Majd a két napirendi pontot, nevezetesen az elnökség három helyett öt tagúra való bővítését, valamint az elnökség visszahívását, új elnök és elnökségi tagok megválasztását szavazták meg. Ezután Molnár László, a JRK elnöke szólt a tagsághoz. Én a kritikáknak állok elébe. Mondják el, hogy szívesek, hogy mi a baj. Felkérését néma csend követte. Viszont hozzá kell tenni, hogy mindez nem volt szabályellenes. Látva a tartózkodást, a város polgármestere is szót kért, és jelezte, hogy szerinte egy előre elkészített forgatókönyv szerint zajlik az ülés. Azért jöttem ide, mert a városnak egy olyan közösségének olyan ügyét szerettem volna megoldás felé terelve látni, amely mindnyájunknak fontos és lényeges. Ez a fajta viselkedés, amit az első napi rendi pontnál és a másodiknál is önök megtettek, ez számomra teljes mértékben szokatlan, ahogy elmondtam, úgyhogy én a magam részéről köszönöm a lehetőséget a jelenlétre, és tovább, hát remélem az életén valamivel. Jászberény első emberének távozásával szép lassan enyhült a légkör, és először az utánpótlás hiányosságára történt hivatkozás. Deme Gábor arra panaszkodott, hogy nincs megfelelő mennyiségű mez és melegítő. Oda kellett volna jönni hozzám egy listával a gyerekek, ezek a méretsorok. Senki nem tette meg. Az edzők természetesen odajöttek, hogy nekik kell. A gyerekekhez senki az égvilágon nem adott kérvényt, hogy adjunk nekik mezt vagy melegítőt. Litkei Gábor az utánpótlás edzője pedig azt vetette fel, hogy amikor régebben nem szakemberek edzették a fiatalokat, nem fejlődtek, és hatalmas űr keletkezett. Emiatt mai tanítványainak sokkal idősebb korúak ellen kell játszani. Valamint edzéseik megtartását teremidő hiányok nehezítik. Deme Gábor még hozzátette, hogy az utánpótlást kellene kinevelni úgy, mint régen, hiszen Jászberény erről volt híres. Arra senki nem fog pénzt adni, vállalkozó sem, hogy hát majd 8 év alatt fölépítitek az utánpótlást, és utána majd lesz valami. Nem lesz belőle semmit. Jászberényi csapatot soha nem fogsz tudni kialakítani. Szántai Tibor arra is tett célzást, hogy az ülés szerinte nem igazán az utánpótlásról szól. Ez gyorsan ki is derült. Elhangzott végre, hogy az igazi indok az őszi edzőváltás és az azt követő egyre feszültebb légkör kialakulása. Én azt gondolom, hogy a felnőtt csapat válsága, mert az is nyilvánvaló, hogy válságban van a felnőtt csapat az eredményeit illetően is, illetve elveszítettük a szurkolóinkat, üres csarnok előtt játszanak a lányok. Ezt a jövőképet tudjuk mutatni az utánpótlásnak, és itt kapcsolódik az utánpótlás. Miután mindkét fél kifejtette véleményét a kialakult helyzettel kapcsolatban, kompromisszum született. Olyan elnökséget válasszunk, akik Lacival együtt végigviszik ezt az évet, úgy, hogy ez az év a felnőtt csapat zökkenőmentesen a Laci elképzelései alapján végignek. Ennek szellemében titkos szavazással továbbra is megerősítették elnöki tisztségében Molnár Lászlót, a kibővített elnökségbe pedig Szigedini László Ritát, Lukács Ákost, Oswald Nándort és Szántai Tibort választották. Molnár Lászlóval másnap az Újpest elleni meccsen találkoztunk. Éppen a közgyűlésen is elmondtam, hogy jól esik a bizalom, hogy gyakorlatilag egyhangulag választottak újra. Azért azt gondolom, hogy ez az egész eljárás hagy némi kívánivalót maga után, de most már túl vagyunk mindenen, és hál' Istennek újra a röplabdáról szól minden. Valóban arról szólt, hiszen a lányok remek játékkal rukkoltak ki az Újpest ellen. Az első szedben végig a JRK dominált, és simán megnyerték azt. A második etap ugyan szorosabbra sikeredett, de ezt is behúzták Pintér Andiék. Ezt követően ugyan 2-1-re szépítettek a vendégek, de a folytatásban magabiztos játékkal hazai győzelem született. Jászberényi RK UTE 3-1. Igen, hál' Istennek kijöttünk ebből a gödörből, amiben most az utóbbi időben benne voltunk. Nagyon örülünk a győzelemnek, mert nagyon fontos ez a hétvégén ezen a
ez a két meccs. A másik mérkőzés rá két napra az MTK ellen volt a fővárosban, ahol izgalmas szoros meccsen ismét győztek. MTK Budapest, Jászberényi RK 2-3. Folytatás a Palota RSC ellen Jászberényben.